klubival nagyon az elején voltunk, és elmentünk fellépni valami Isten háta mögötti pici klubba. És ott volt két fiatalabb szervező srác, és folyamatosan a Krisztiánhoz mentek oda, hogy szia, Nára, ugye ez meg ez hogy legyen? És a Krisztián minden alkalommal elmondta, hogy szia, Eszter a menedzserem, légy szíves, vele beszéld meg, mert nem az ő dolga, meg amúgy azért vagyok ott, hogy ezeket a dolgokat elintézem. Nem jöttek oda hozzám egyszer se beszélni, és egyszer, amikor Krisztián már tényleg így mondta, hogy léci, ne velem, nem tudok rá válaszolni Eszterre, pont kimentek az ajtón, én meg elindultam utánuk, mert mentem ki én is, és nem látták, hogy ott vagyok. És akkor még nagyon hosszú szőke hajam volt, és ez volt a beszélgetés közöttük, hogy hát vágod, bazd meg, a klubinak, rappernek női menedzsere van? Hát nem igaz, nem hiszem, nem tudod találni egy férfi. És tényleg így ott álltam, és ez nem 40 éve volt, nem 50 éve volt, ez egy kb. 4 évvel ezelőtti sztori.